Figyelem! A PC Guru ezzel játszunk sorozata nem játékteszteket és nem bemutatókat tartalmaz, hanem csak a szórakozás és a szórakoztatás jegyében készült. Azaz csupán játszunk a játékokkal, miközben mindenfélét beszélünk össze-vissza. Na most, hogy ezt tisztáztuk, következzék a videó. Jó szórakozást! De szánalmasak vagyunk. Itt már innen a fújókádat. Szervusztok, nézőink! Bujék! Itt van velem Csocsó a PC Gurútól, én meg Krisz vagyok a... Tök jó, bemondtad, és nem egy másik újságot mondtad. Majdnem, ez, nagyon. És úgy kell szavítani. Nehogy kimond. Szóval itt van új év, és ennek alkalmából egy remek videóval jelentkezünk. Várjál, még a régi év van. Már majdnem új év van, mert úgy időzítem, hogy ez ilyen újévi videó lesz. Ne újévi legyen, szilveszter legyen, új évkor mindenki lencsét eszik, meg levest eszik, meg imádkoznak. És nézik ezt a videót. Szilveszterkor nézzék ezt a videót, és nevesnek, amikor részegek. Egyébként ezt csak úgy lehet elviselni, higgyetek el nekem, én tudom, hogy örök beszélni. Nem, még máshogy is. Szóval... Igazi újságíró, látjátok? Szóval... Hogy is volt a Pisi tesz, na? Vagy Pisa tesz? Pony Islandre fogunk ellátogatni, amiről azt hallottam, hogy egy csodálatosan varázslatos hely. Őszintén nagyon tetszik, hogy milyen szép, jobb és pony, jobb, ez még egy pony. Majdnem pont egy éve jelent meg, hogy ideális alanya lesz. Ilyen régi ez a játék. Nagyon régi. Én is azt hittem, hogy valami tök új, tehát nem véletlenül kaptam ajándékban, már le volt értékem összül. Tehát nem nézem a pony fogát. Krisztián általában így megy a karácsony, hogy mi le van értéke, az kapja. Egy euró alatt, tudod, így lefilterezik. Jó, oké. Nem ismerem a játékot, de azt mondták, hogy rohadt jó. Te is azt mondtad, hogy hú, az tényleg nagyon jó én lesz. Én csak olvastam. Te csak olvastál. Meg hallottam, hogy nézd már rá. Hol a GameStar? Start game. Nem működik a játék, Csocsó. Na, ez hosszú, ezzel játszunk, ezt látom. Mi a fenét csinál? Options. Anti-aliasingos szivat? Azt bekapcsolom, hát. Edved! Mi a szarad? Ingyen jegy. Kérek ingyen jegyet. Ott kaptunk, láttad? Balend! De ez mi ez? Javíts meg a start menüt, hát ez kell nekem akkor. És leesett a back gomb, beállok. Ops, és én vigyettem, nézd meg ide. Nagyon állat. Obscure options. De én nem vagyok biztos benne, Krisz, hogy ez jó. Tehát most ez így mi? És sose el tudom indítani. És miért sírnak a pónik? Sírnak a pónik. Ez mi? Miért meg mindig nem indul? Nézd már, sírnak. Itt fut a program. Behalok, belátok a programba. Belátsz a forrásba. Na jó. Ezt lehet fogni. Lehet, hogy így ezt ide... Oh! Tovább futott. Na! Mekkora zseni vagy? Hát ez figyelj, az én játék azért a programozni is tudok 24 évnyi játék újságíró és meghozta gyümölcsét. Most már nagyon sokat fogok keresni, tudok programozni. Végre. Egyébként hol van a parti kalapod? Úgy látom, bocsánat, levettem. Mert, de nem kellett volna levenni. Hát nem is. Igen. Nem baj, nem még baj. Nem múlt az új évet fizetés csökkentse. Kezdjük, de semmi gond. Itt is loopolva van, go to 10, biztos. De figyelj, én nem vagyok különösebben. Hát ez nagyon áll. Hátlis egy játék vizualitására, de mi ez az osmány? De igen, az mi a fenét nézzünk? Hát látod. De figyelj, kifolyik azt, you just had to fix it. Meg kellett javítanod, mi? Már fordítsunk, te lesz a fordító. Etwas gong going to work. Itested itt ezer. Pedig működött volna, leteszteltem ezerszer. Egyébként ezt pont így szoktak beszélgetni a programot. Nem tudom, vannak-e IT-s ismerős, hogy de működött volna, ha beteszteltem. Majdnem játszhatsz. Itt van Póni szigeten végre. És mit kell? Ezért tanultam meg programozni most komolyan. Te nem azt mondtad, ez Zomi. Ajjaj! Hiba, most kezdhetem előről. Ez az én játék, a Csocsó. Ezt mi nem választottad meg? Nézd, hogy forog a feje. Minden, ezt megcsinálom az első pályát, ez nagyon állat. De most... Lesz másik pálya? Nagyon remélem, hogy lesz másik pálya. Hát ez a póni inkább néz ki ilyen... Dinónak. Kicsit, mintha van baja lenne, nem? És miért van... Ez egy unikorni, nem póni. Azt tudtad, hogy az unikorn is szar, vagy fallikus szimbólum? Hát most már, de hát ennyi erő. Pont mint ez a fejed. Pont ezt akartam mondani, hogy mindenbe beleláthat. Csocsó, tényleg? Figyelj, nem akarok, én nem belelátom, ez igaz egyébként. Aha. Ezt nem én mondom, ezt folklórkutatók mondják. Persze. Mondd ki tízszer egymást, hogy folklórkutató.
Nem baj, majdnem sikerült. Mit jelent? Egyébként benne vagyunk a képben, vagy most arra ja, jobbra, fő, nem, azért kérdezem, mert most egyébként, amikor Krisz ezt bekanyagálta, akkor nem látszottam, nem javadni, mert nem fog látszódni. Azt hiszem, hogy az egész kamerában csak te vagy. Kíváncsi, kirád! Bütyike majd, ha hazamész. Jaj, a gazdám, kedves gazdám, hol a vacsorám? Meg az ebéd is kimaradt. Nem is kap ebédet. Hát ez az! Na jó. A szomszédmacskát nem láttam 3 hétig megjelent, és előadta nekem, hogy ő mindjárt meghal. Nézd. Ugh, de jó pólód van. Mennyiért vehetem meg a testeddel együtt? Húha, itt is megjelent ez az izé ikon. Ezzel szerintem itt bemegyek. De figyelj, tehát mi a lényeg? Az, hogy a gépet meg kell hackkelnem, vagy valami ilyesmit olvastam róla, hogy el kell rontanom a gépet. Tehát most igazából egy ilyen arcade játékban vagy, ez egy ilyen jegyes cucc, ugye? Mint egy ilyen vidámparban. Na, tessék, kezdődik, látom. Mi van? Tedd be a lelked! Azt mondja, insert your soul, vagyis illeszd be a lelkedet a játék folytatásához. Hogy nem apró dobsz be, hanem a lelkedet. Én berakom, hol van? Várjál. Kattints rá, hogy your soul. Tényleg. Arra rákattintottam. És az ott lent az mi? Ott van a képen. Ó, nem láttam a kamerát. Na itt fut megint a program, ilyenkor belátok mögé. Aha. Te ebből átlátsz valamit? Igen, az a lényeg, hogy itt, látod, itt fut a program, és akkor azt meg tudod hackelni ezekkel a nyilakkal. Amiket ja, hogy valamilyen folyamat átmenjen a túloldalra. Igen, megáll, és újra kezdi az egészet. Tehát ezt most akkor megint meg kell hackkelnem. Programozom. Amúgy csak szólok egyébként, hogy a programozás tényleg valami ilyesmi. Hát vannak sorok, az biztos. Igen. Meg ugyanilyen együttfusson. Lefagyasztottam a játékot. Pony Island Exe. Stopped working. Hát akkor... De figyelj, jól értem, ez egy ilyen játéktermi automata. Hogy lett egeredbe, dugtál egyet valahol? Tehát, hogy így nincs értelme. De azt írta az elején, hogy jobb lenne, hogyha... Ne nyomkodj. Nem látod? Ne, azt meg nem nyomd. Hogyha... Szeretném már szabadulni, mi? Na, tessék, kiléptem a desktopra. Mi a fene? Corrupted. Hát ez Ez már Windows 9. Ez is egy másik játék. Várja, megnyitom. Mondjuk a... Ez mind Corrupted. Volt rú. Itt a végjátszás. Itt vagy mit kell, zavar már, mi a fallikus izéd? Nem csak gondoltam, Sisakon. Hogy itt talán többre megyünk. Nekem is van fújókám. Takarodj, gyere! Te is takarodjál! Adjál már. Amúgy ez nagyon büdös, hol vettél? Várjál, írt valaki. Várjál, hopeless soul ír neked. Hello. De köszönj neki! Who are you? Most válaszol, you buy PC guru. Hello, you buy! Jóvaj, ő egy rabba, itt raboskodik a gépben. Várjál, beszélgetünk vele. Húha, lehet, hogy mindketten ugyanarra a sorsra jutunk. Ne beszélj vele hülyeséget. Segítünk neki. Várjál. Kaptunk egy másik üzenetet is. Lucifer. Mi az, hogy hello again. Köszönj neki is. Hi. Várja. Sokra tartod magad, biztos. Megheketted az egészet. Ő a programozó, ővé a program, akkor ezek szerint ő meg itt raboskodik benne. Mi az, hogy raboskodik benne? A gépben a hopeless soul. Megint kitartál a képből. Mi van, hogy nem vagyok benne a képben? Itt vagyok, biztos itt benne vagyok. Vagy, és kivel beszélgetek? Mondjuk meg neki, hogy Lucifer. Your mom, írt, hogy your mom. Lucifer, és miért magyarul lesz neki? Don't speak to him. Biztos, hogy ő. Na, akkor vissza. Don't tell me what. Na, elírom mindig. What to do. Jó. Várjál. Hagy olvassam már el, hogy mit kell csinálni, na. Te miért akarod elolvasni? Hogyha azért megértetted, amit mondott. Az a lényeg, hogy itt van... Kivel beszélgetünk? Arrogánsak vagyunk, azt írja. Csinált egy-két változást a Pony Islandbe. Most meglátjuk, mit gondolok róla. Ne menj el! Ő meg közben ott hagyott a chatbe. Mostantól az övé vagyunk.
Yes, master. Ja, és bármit írok, azt mondja, hogy yes. Hát ez nagyon áll. Tehát teljesen mindegy, hogy mit tűnk. Jó, hát ez milyen dolog. És viszi az egeret? Nem rám. Nem volt a Pony Island. Volt F4 adni. Ne, azt nem adnám. Elvitt, kész. És most övék vagyunk, övé a lelkű. Láttad néha megjelent? És ilyen, ahogy láttam, ilyen pentagramként. Igen, néha. Systemtek. Sátántek át volt alatta írva, láttad? Hallottál te annak idén arról a játék, hogy Mario.exe? Az volt ilyen, hogy csináltak egy ilyen creepypasta játékot. Tök ilyen volt egyébként, hogy Mario-val kellett ugrálni egy ilyen tökös pályán. És időnként így telepakolta a gépedet mindenféle fájlokkal, meg nem tudom, és abból kellett, hogy rájönne a sztorira. Respawn, hiába ugrom, hát respawn volt. Abba a pillanatban, amikor körbeértek, és nézd már, ilyen aggódó fejet vág a póni. És miért van felszúrva a póni feje egy botra? It's challenging. Kihívásokkal teli, de fair. Tisztú Dark Souls. Comeback, mi volt? Nem tudtam olvasni. Comeback, mennyi. Gyere, hogyha felkészültél valami ja. is. Vagy csak add át a lelkedet. Hát jó. Adom. De nekem nincs olyan, ami beadtam persze. Az options megjavult. Most is bekapcsolom a Dializing leeset. Pony Physics. A Pony Physics-et kére kapcsolom. Okay. Az is elromlott. Obscure options. Advanced RNG, az mi a fene? Nem tudom, de az sem nagyon működik. Kérfi. Hát semmi nem működik, értem. Mi az options, figyelj! Nézd, mi ez a kis télapó? Télapó, vagy hóember. Itt van valami. Nézd, ezt most így eltörtem. Ez de hóember, na, azért. Az is eltört. Nem, az eltűnt, kérlek. És akkor most lehet, hogy valamit megjavítottad? Nem. Free. Ez az advanced options, be kéne mennünk szerintem. Ez mi ez a jel? Enter your password, Mortar. Enter back to leave. Írd már be azt, hogy password. De miért ez a? Nem tudom. Wrong. Grenade password. És hogy tök visszamenni? Hát azt mondta, hogy... Ja, hogy írjön be, hogy back. De mi lehet a password? Na, azt majd legoogolozzuk. Ennyi. Látjátok, ő már így egyszerűen. Mit kell csinálni? Google. Sőt, Google. Lehet, hogy össze kell rakni egyébként azt, hogy fix, látod ezekből a szavakból valamit. In-app. Fix. In-app, mint a in-app purchase, jó hangzik. Cheerful, látod ilyen? Ja, nem, látod? Bele kell rakni egy advanced, látsz halol options felé? Ott van. Az egyetlen mi színes. Oha. Advanced audio. Grotyó. Game Jam Music. Amúgy van a hangja? Milyenkor ugye nem halljuk a hangot. Levelet. Hellfire, kérlek. Oké. Deked Maxra Hellfire. Van ilyen hümögés, azt le kell venni. Levelet Music. És nézd. Jön, jöttem ezt a játékot, az ördög írta? Advanced Gameplay. Old Prototype Options. Aha. Szabad akarat. Azt bekapcsoljuk. Úgy látszik, azért nem megy. Pony Blades. Unlimited MO, azt hittem, cuki játék. Cheat, Pony Mobile. Hát ez rottyú. Really useless options. Settings. Na jó van, eddig tartott az új év, gyerekek. Igen, visszamenni dolgozni. Most már úgyis munkaidő van, Krisztus cikkeit készen. Tessék, kigyatok egy kávét, aztán gyerünk dolgozni. Parental controls. Na, azt neked bekapcsolom. On, off, nem kellene szülő. Minél nekem parental control, amikor 30 éves vagyok? Nem is értem. Mert csak hiszed azt. Ja, értem. Meghamisították a agyakönvid. Nem mindenki lehet 60, mint te. Látod? Chat history, kosztor. Nézzük már, hogy chat history-t. Oh. Mert abban lehet, ezek Steam kulcsok. Tényleg, ezek Steam kulcsok. Just take one. Szerinted most akkor, hogyha begépelném, akkor kapnék valamit? Pont erre gondolok, hogy lehet, hogy tényleg valami Steam kód. Elég betegnek tűnik a játék. Ezt be kéne írni valamibe. Nem lőnk egy screenshot? Jó, oké. És akkor csak egyet. Na majd ezt kipróbálom. Lehet, hogy az összes password info. Tessék! Mi? Baphomet? Baphomet a jelszó. Oké, várjunk. Na azt most akkor tovább jutunk. Itt. Na írd be.
Correct. Correct. Behold. Egyébként az ott befogadt. Tovább jutottuk. Na mi a fene? Hát ez meg mi? Nem tudom. Nem tudom, de nagyon fura. Valami templom vagy mi? Who was I, man? Did I die? Who killed me? Ezeket kérdeztetem meg? Nem, ezek a kérdések, nem tudom. Who killed me? Questions. Who killed me? Chris killed me. His name was Abu al-Kindi. A fárosáért harcolt. Enter, back to live. Na, ezt most megtudtuk, hogy Abu al-Kindi ölte meg. Most megint back-et kell nyomnunk, és szerintem ez... Micsoda iszlamofób játéket. Megjegyezted a nevét? Dehogy nézd. Abu al-Kindi. Biztos, hogy szükségünk lesz erre az információra. Abu al-Kindi. Advanced Options-ba vissza. Abu al-Kindi, ez olyan, mintha valami... Most így hirtelen ezzel teszem meg a templomról is, hogy nem valami régi történet, nézd, és a templomosok... Nézd, amiket beszélgettünk. ...kapcsolatos sztoriról lesz végül lehet. Szó. Mert ugye ez egy arab névnek hangzik, és lehetséges, hogy ez még a keresztes háborúk idején volt. Vagy egyszerűen csak random generált oda egy nevet, és pont ezt kaptunk. Nem hiszem, nem tudom. És egyébként elállok valamit, Baphomet, azt tudod, hogy honnan ered? Honnan ered? Azt mondták a templomosok, amikor kínvallatták őket, ugye szép Fülöp idején, amikor megvádolták őket bálványimádással, akkor azt mondták, hogy ők Baphometet imádták. Ezt mondta legalábbis, azt hiszem, hogy az utolsó nagymesterük a kínvallatáson. És a Baphomet az igazából bölcsességet jelent, azt hiszem, talán valami volt ebben, nem biztos. És hogy ez elvileg egy ilyen szoborszerűség volt, legalábbis ezt mondták később a vádlók, hogy ez egy ilyen sátáni szobor volt Baphomet, és annak a szobornak a, ez az ilyen kecske, fejű, testű, mit tudom, ilyen furcsa kis szörny az a Baphomet most. De ennek onnan van. Ő van eredete. Igazából. Mennyivel okosabbak lettünk. Ugye, ma is tanultam valamit. Szóval ezért gondolom, hogy lehet, hogy tényleg a templomosokhoz lesz köze. Remélem, az tök jó lenne. De nem hiszem, hogy tovább jutunk bárhol. Nézd, ott, oda néz. Hogy rájöttem? Figyelj, mondjuk, ha jól értem, igazából nem nagyon van játékmenet, ez egy puzzle játék, igaz? Egy logikai játék. Hát szerintem olyan, mint a Stanley Parable. Igen. Ilyen metacucc. Aha. Ami rohadt jó. Egyébként igen, több ilyen játék kéne, bár én megmondom őszintén, annyira nem vagyok oda ezekért. Pedig tök jó vicces. Na nézzük, csak tovább megy. Itt ez a rész, ez itt úgy látom bug. Vagy azt valamiért még nem oltatjuk ki, ez olyan, mint egy akadály hát, lenne. Tényleg. Vagy várjál, nem. Nézd. Igen, meg lehet kerülni. Igen, és akkor... Nézd, itt megjött egy ilyen. Nem, az még mindig... Nem, az vissza vitt. De hát, hogyha ezt ide beraktam... Várjál, az ott átmegy a kód ide. Right. Itt visszaküldheted ide, ha akarod. Tényleg. Tehát, de nem megy tovább, az a baj, hogy megállt. Illesz be, és akkor oda le. Hát, akkor menni fog. Próbáld meg. Látod? Elindult. Működik. Igen, megy lefelé. Megy lefelé. Megkerüli a hibát. Print ticket. És megint kaptam egy... És achievement is van. Tehát ki kell kerülni a bugokat, a hibákat a kódban. Jó, de most ezzel... Hát játszasz tovább, start game. Mehetsz még egy kört. De mi? De attól még nem jutottam tovább ott a... Ezen a részen most addig nem tudunk tovább jutni, amíg a Lucifert meg nem hackkeljük teljesen. Szerintem legalábbis. És ahhoz úgy juthatunk, hogy ezt úgy érhetjük el, hogyha... már csak egy életem van. Hogyha itt valamit az Options-ben, a Advanced Options-ben... Security Settings-et néztünk meg? Igen, ott volt a jelszó. És mik ezek a kódok? Ezekben se lehet csinálni. Ezek itt kékek, úgyhogy lehet, hogy abban majd valamit kell csinálni. Cold Storage, az volt a kódok, ugye? Igen, benne van az összes Steam kulcs. Itt volt a jelszó, és nem tudom, hova kellett beírnunk a jelszót ide, ugye? És hogyha megint beírjuk, hogy... Nem, egyetlen kérdésre volt hajlandó válaszolni, az volt az első, hogy ki voltam. Igen. Nem, hogy vagy ki ölt meg, igen, igen, tényleg. Akkor most nem tudunk többet, tehát... van a játéknak van. Rendes opciója is. Ja, nehogy véletlenül belekeveredjünk. Rohadj jó anyag. Ez nagyon szeretem az ilyet. Na nézzük csak. Igen, 10 percig van játszik. Te kivégsz és mész a Dotába káromkodni. Honnan tudod? Te ismersz. Hogy mész a Space Hulk Deathwing-et. Ó, nem akarom! Az egy szemétség, az a játék. Bőti kedvencem. Én nagyon vártam, és nagyon-nagyon szomorú lettem miatta.
vagy nem olyan lett. Na szerintem itt fogunk most már tényleg találni valamit. Látod? Látod? Tiszen elmosodtam, ébreszt fel történt. Pony Salvation Options. Nézd. Pony Lasers, és nem engedi bekapcsolni. No, no, don't I won't let you cheat. At my game. Léci, hagyjál csalni. Hol? Ott? Van. Azt hiszed, hogy nem hagysz csalni? Na majd megprogramozom én ezt az utcot. Increase size. Odáig hogy jutok el? Ez rohagyó. Itt vissza fog akkor mindig fordulni, nem? Igen, tehát de... most ezzel nem tudsz? Ha csak kiveszed, nem megy tovább? Nem. Nézd meg. Mid, run. Aha, menet közben kell átpakolnom. Ja, ugye ott is lehet. Jó. Gondolom. Akkor gyorsan. Most, oké. Okay. Aha. Pony Lasers! Lehet, hogy ez mondjuk igaz. És nem engedi, mekkora genya! Még mindig! Akkor is akarok Pony Lasert! Ha nem lesz Pony Laserünktől, sosem tudunk tovább jutni ezen a pályán. Hát ez mekkora genya! Várja, megint van valami cheat, megint tovább jutunk. Szépen. Aha. Akkor erre. Ja, ezt ki kell venni. Ezt ide. Most mi van? Ezt ide, ezt meg ide. De nem jó, mert akkor nem fogunk tovább jutni. Ezt ki kell venni, ezt ide, és ez. És megint megnövekedik a méret. Kéne nekem is egy ilyen. Még egyszer meg kell csak cheatelni valahogy. Addig nem jön fel az options, most itt van talán. Addig, amíg meg nem hackeljük a játékot. De szerintem ennek is sosem lesz vége. De az előbb is egy csomót kellett kattintanom, az a baj, hogy addig nem... Hop! Nem, ez script, nem tudsz, ez nem tudod. Addig, ameddig nem teljes képernyős a dolog, addig nem lehet szerintem. Szerintem igen. Tehát hiába kattintottál bele, nem működött. Azért mondtál, hogy... Na hát figyelj! Nem, azt tovább kell jutnom. Addig nem lehet innen hazamenned, csocsó. Távozz tőle. Mit fogsz csinálni szilveszterkor? Hát, azt, amit te nem. Te aludni fogsz? Az, honnan tudod? Mert mondtad. 10-kor alvás. Tisztelt, tényleg így van. De előtte még dotázik esdő. Csak a sok hülye nem vagy aludni a sok bizével. Mi az? Tizi játék, meg petárna meg. Igen, láttam ott egy tök jó képet, hogy amennyiben petárdát gyújtanál, ne felejtsd el feldugni a seggét. Nagyon egyetértek, srácok, tényleg ne felejtjétek. Tényleg a petárda, azt én nem tudom, hogy ki petárdázik, de egy mocskos nagy szemét állat. Szerintem az egyébként az ilyen nagyszerű, ilyen sútyóazonosító, hogy kirobbantja szét a fejét vele, és ki nem. Sajnos nem elég jól működik ahhoz, hogy sok ember kiszűrjön a világból. Igen, nagyon szép üzenettel zárjuk az év végét. Igen, ne petárdázzatok, gyerekek, köszönjük szépen. Így van, tényleg. Felnőttként se petárdázzatok. Azért ne petárdázzatok, mert az állatok, meg az emberek nagyon nem szeretik. Igen, rövid, sutyosság, de köszönjük. Pony Lasers. Ponylasers. Szerintem... Krisz, ez nagyon unalmas, csinálj már. Tudom, valami. De látod, hogy nem jutok tovább. Tessék. Nem, már majdnem exit, nem. Legvény... Figyelj. Ezt nézik, gondolj bele, emberek nézik ezt, most alig várják, hogy végre elmenjenek bulizni, piálni és hányásukban fetrengeni, és ezt kell nézniük, tudom, hogy te ezt csinálj. Tudom, nagyon valami. Bossz, hogy de csinálj már valami, nem tudok kilépni. De figyelj, eddig mindig úgy volt, hogy megjelent egy ilyen kis bizé. Tessék, úgyhogy figyelek, hogy van. De nem olyan. Láttam ezt. Persze, hogy nem, mert nem figyelsz. Mert az, ott megy középen most. Nem kéne most... figyelni. Ja igen, középen megy, akkor ez megy ide. Igen. Így, ez. Az meg ott tovább kell lefele valahogy. Ez így, ide. Biztos vagy benne? Biztos. Hogy indítjuk el? Elindul, ha mindegyik kockán van valami. Jó, mehet. Most elindult lefele, balra. Még nem ment át. Jó, most fog meg. Jó, és most? Jobbra kell küldened. Igen. És most tegyél valamit a bal oldalira, és oda meg majd egy lefelét kell raknod, tudod? Vagy egy balrát kell raknod oda lentre. Nem, az oda... Tudom. Most? Ja, tudom, mit kell tenni, mert látom, tudod. Én nem. Én tiszta homályban látok mindent. Ezek a mocskos piák már rég hatottak.
Tessék! 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 Jobb! Ennyit kellett volna, és ez most a póni lézer? Tehát ha megy a póni, tudsz lézerrel lőni? Szerintem meg fogom tudni, hogy oda néz! Látod a póni lézer! Végre, ez a legszebb új évi ajándék. Mehet. Lehet, hogy ezzel végig tudom játszani. Gyorsan. Amikor jönnek a izék, azokat úgy. Hát ez rohadt jó, oké. Okay. Ott is van. Megölni, macskos. Macskos ördögfejek. Sátán távolsz. Jaj! Azért szép, azért ez egy tök jó játék. És nehéz. Dehogy nem. Az egy tiket. Ugor. Ugor! Várjál, megint van egy. Megint ugor. Jó, egyszerűen most... nem megy a jobb és a balra. Tudom, éppen ezért kell figyelni, ugor. Oké, ugor. Hú, mindjárt megcsinálom. Ugor, jaj, nem bírom a nyomást. És várj, nem bírom a nyomást. Kiengedem mindjárt. Ne engedj ki, Jézusom! A székem is összetört tőle. A széked. Nem azt kattant, higgyetek. Nem a szék volt. Az már annyiszor hoztál el a frászt. Mit csináltál? Elfelejtettél valamit? A kattanó hang miatt védekezni a levegőt. Ja? Ezt csak csigára léptem, ne aggódj. Ja, persze. Elfelejtettem valamit, igen. Jaj. Elfelejtettem a helyet az univerzumban. Igen, mert itt sokat csiga a szerkiben. Jaj. Mint Remi Gaillard, aki csigának öltözve okozott az autópályán dugót. Az mekkora királycsávó. Na, ott. Úgy, még egy. Na és most ez eddig megy, amíg végig nem viszed. Nem, ott és jobb, most a vége, látod? Igen. Jaj, szerintem két pály van. Jó. Júcsit. Igen. És levágta a fejét a pónimnak! De rohadt jó! Na tessék, elrontottam! És nézd meg azokat, amik én kereszteket! Rohadt jó! Bejutottam! Sikerült elterelnünk a figyelmét! Ez az esélyünk! Na, tessék! Most tanuld meg ebből visszafejteni a kódot! Delete core file! Ezt nem engedi! Uha, ez ilyen logic booting, delete core file, greetings mortal. Aha, jó, azért hoztam létre, hogy őrizze ezt a core file-t. Mármint ezt a mag file-t, hogy mondja ez core file. Ha jó, oké, igazad van. Gondolom ez a programnak az maga mappa. A magja. Amúgy tök jó egyébként ez a cucca jár, hát korfájlom. Ezzel játszottunk, ilyen nagyon jó kis ilyen csillámokat rakott az oldalán. Tényleg? Ah, gyönyörű, meg át a fejet. Akartam hozni még itt az a buli alkalmából ilyen... Konfettit, de nem sikerült. Az nincs, de van helyette ilyen csillámport. Kínai levesével elönthetlek. Így már, jó, tudod, hogy azt kell hazavinnem. Igen, tudom. Tudod, ez nem úgy... Most miért nem tudom letörölni? Nem enged be, nézd! Ha be akarok menni ide a helyre, akkor így átküldi a pointer. Hopp, egy lakat. Hopp, még egy lakat. Programoznom kell, vidd innen. Ebben már a szád benne volt. De mit szólnál ahhoz, hogyha nyomnánk egy alt-tefnét, és hazamennénk végre? Haza? Mert annyi az idő. Nincs annyi. Most ezt így elvettem, és akkor probléma lett. Lecserélte, nézd meg! Szerintem is nagyon sok probléma. Nagyon sok probléma van, Krisz. Oda néz, védi a rendszert, aki szemét állat. És oda pangolgatja a dolgokat. Mekkora szemét. És most ez így jó lett? Mert már majdnem jó. Már csak azt kell oda, de gyorsan. De úgy van, hogyha kiveszek valamit, azt a helyére teszi. Az jó, úgy. Nem valami okos egyébként. Jó, hát. Az az elpontegze, az az el, mint a démon? Hát gondolom. Elég démon neven van. Na, és már csak 4 lakatot, 3-at kell letölnünk. Nem gondoltál négy változtatáson? Környei, az el? Én már nagyon sokszor szerettem volna a Krisz helyett valami más. Na, mesélj, milyen nevet szeretnél? Fú, te... Dikachu? Nem. Valami hasonlót. A Dikachu nagyon jó lenne. Miért? Nem lehetnék Dikachu a következő számtól? Nem. És mondjuk Mazur. Tudom, mi lehet? Krisz lehet. Ne, várjál. Akkor legyen úgy írva a nevem, hogy CHR dollár. Ó, Isten! Mint valami rossz rapper a 90-es években, de azért igazán rossz. Tudod, azért, mert az S az olyan úgy, az S és az így. Tényleg. Annyira jó. Egyedi lenne, nem? Egyedi. Ilyen, még senki nem senki csinál. A világon. Úgyhogy remélem megengeded nekem. Nem. Annyira ír így vagy. Én nem értem, hogy miért önzőzöl.
Mert jól esik. Hogyha az ilyen önzőzése soha nem vezet semmi jóra. Nézd, már majdnem sikerül. Az egészet bebuktam. Igen, mert béna voltál, és nem is értettem, miért ezt csinálod. Hogy kezdjük? Itt ezt így végig menjen? Nem. Szóval egyszer menjél, mondjuk. Ja, most úgy kell beraknom. Most nem azért mondom, de tudom egyetlen előre a megoldás van. Tehát, de hogy... látod, hogy ő most elvette ezt innen. Jó, és most rakd be oda alulra azt. Azt. Oda legalulra, vagy igen, oda. Úgy. Mert még lesz egy. Csak be, úgy látom. Nem gond. Ezt vegyem okay, ki. Azt vett ki, és oda tedd föl legfelülre, és ez... Oké, okay, és most cseréld ki. Nem tudtam. Na várj, akkor hogyan? Kezdjem itt? Nem, mert onnan jön. Tehát hiába kezded ott, onnan fog leesni. De az a baj, hogy... Jó, figyelj. Már is elrontottad. Látod, direkt elrontja nekem. Ezt ide lerakom. Na, miért véges számú lépésed van? Igen. Azt, hogyha ezt így beraktam, hogyha én ezt most odébb rakom... Ne azt rakd akkor... Oh, megszivattuk. Kettes lakat lejött. Még kettő van, ha jól látom. Húha, ez izgi. Most, hogy tovább jutottál nekem ott ez a póni lézeres résznél. De, csak meg kellett jelennem és segítenem neked. Igen, emelted a fényeddel. Az ezzel játszunk sötétségét. Figyelj, van mögöttem egy kis ital, valahogy titokba fölhelyeztem oda a pultra. Tényleg, megünnepeljük az új évet? Figyelj, ezek után mindenképp innunk kell. Ezzel kell innod. Hát az hogyan? Szívószállal. Tényleg lefeljönne. Már nem próbáltad még? Vagy még ahhoz előtte kell inni, és utána folyottak? Figyelj, Krisz, ilyeneket csak te próbáltál. Igazából... Én nem próbáltam semmi. Persze, hallanátok a pletykákat Kriszről, amiket terjesztenek a barátai a háta mögött. Jó, hát ezeket én terjesztem azért, hogy tudják, milyen kemény csaló vagyok, de aztán... Persze. Mint tudjuk az igazságot. Persze. Hopp. Mint az azt tudom, amit Lore mesélt, igaz, Lore? Lore is bejöhetne már egyszer videózni. Lore nem jön be, Lore elfoglalt. Persze. Sajnos ez. Igen. Valakinek zsörtölődés játszás kell. Reset. Ezt tudom nyomni. Az a baj, hogy... Ez mondjuk nagyon szívás. Tehát, hogy így, Max, így tudod. De vagy így. Már megint ugyanúgy, hogy ő fogja pakolni a dolgokat. Na, hát csak úgy kell eljutnom, hogy... Tudom, miért nem szeretem a logikai játékban? Tudom, mert gondolkozni kell. Pontosan! És az agyad nem erre van kitalálva. Így van. És... Így van. És hogyha elhasználjuk a kapacitását, akkor nem marad olyan fontos dolgokra erőd, mint a macska simogatás. Pontosan. Meg az alvás. Meg a süteményevés. Így van. Na, várjál csak. De az ezzel játszunk, hogy sem maradna erő. Hát akkor igazad van, akkor nem logikai játékkal. Akkor majd úgy hallottam, megkaptad az Overwatchot a szemét. Igen, kaptam Győri Ferétől Overwatchot, innen is puszi neki. Gyűlöllek. Sőt, az egész világmindenség nevében gyűlöllek. De egyébként Bullseye címbor, ha valaki esetleg a guruban keresné. Igen, tőle kell kérni ingyen játékot. Ez így nem működik, mert már csak egy jobbra nyilam van. Ja, megvan, miért nem működik. Pont most írt nekem B-t, és látom az okosórámat. Annyira király ez. De. Annyira király. Én úgy örülök, hogy írt neked a B-t, és látod az okosórádon. Most már csak egy dolgot szeretnék megkérdezni tőled. Mesélj. Mikor fogod lerakni az okosórádat, hogy véletlenül rálépjek? Azt hittem, hogy megkezdem, mikor rakom le a jogsit. Ne kezdtem megijedni. Ó, tényleg, megígérte. Srácok, megígérte, 2017-ben lesz jogsia. Nem megígértem. Azt mondtam, megpróbálom. Most de nem biztos, hogy siker. Így voltam mondani, hogy Krisz, jövőre tényleg lerakom a jogsit. Jövőre? De melyik jövőre? Tavaly mondta. Tehát tavaly mondtam, de gondolj bele, hogy 2015-ben mondtam, és azért most 16-ban kéne azt ugye, mondom, hogy az január 1-én már az egészségügyi vizsgán túl kell, hogy legyen. Mi? Hogy? Hogy nagyon nehéz. 30-án vesszük ezt fel. És? Hogy lennék túl elsőig? Nekem aztán kifogásokat itt teremthetsz, de hát 5-én, legkésőbb 5-én már legyen kész nálad. De igazán határszokszal kezdtő lennél egyébként, tehát tudik. Én tudom, hogy jó lennék, tudom. Ez itt nem jó helyen van, de ez... Ne! Azt, olyan szemét, ez mindig berakja a helyére, olyan, mint te. Mindig berakja a helyére, tetsz meg siszed, igaz? Nem idár el innen! És az a baj, hogyha most ezt hova kéne elraknom, hogy aha. És így? Krisz, a lyukba kell tenni. Benne van a lyukba. Benne van. Indulhat a buli. Nézd. És figyelj, még oda átrak el. Jó, oké, nem rontott el a kódot.
kész vagyunk, a harmadik lakatot is leszedtem, Csocsó. Nagyon büszke vagyok rá, de van még egy negyedik. Ezt leszedhetem? Leszedheted, nagyon nyugodtan. Olyan rendi főszer ki vagy. Tudom. Talán, hogy olyan remek játékokat kapsz tőlem, mint a Deathwing. Azt nagyon szeretném megköszönni még egyszer, csak mennyi. Te kérted. Teszek valami ajándékot a fiókodba. Meglásd, szép lesz. Figyelj, nem akarom. Csak előtte még meg kell innom még egy kávét. Tőled nem kaptam karácsonyra semmit, pedig le van árazva a Witcher 3 Steam-es verzió. Annyi mindenkitől kaptam ajándékot Steam-en. Tényleg le van? Én sajnos meg kellett vennem a boros véres kiegészítőt. Úgyhogy... Ja, én megmondom őszintén, a DLC-kre vagy kiegészítőkre nem vadászom, még az alapjátékot sem vittem végig. Tehát... Tényleg? Hát de beszéltük is ezt a hát de kell. Azért nem vadászol. Hát ennek a kettőnek meg nincs egymáshoz köze, Csocsó. Viszont mióta ez legutóbb szerepeltem ezzel a játszukban, végig játszottam a Final Fantasy-t. Bizony. Miért játszol te ilyen játékokkal? Mert tudod, írtam róla cikket. De az egy pudva. Egy japán pudva. Miért? Miért teszed tönkre az ember érzéseit? Ez egy remek játék. Sírtál a végén, csak ezt akartam kérdezni. Majdnem. Az egy remek játék. Tipikus japán szemét. Komolyan, nem tudnak máshogy operálni, hát akkor legyen nagyon érzelmes. Dögölje meg mindenki a végén. Ki mondta, hogy meghalt mindenki? Fogadj, meghalt mindenki? Meghalt mindenki. Mondom, hogy meghalt mindenki. Úristen, ezt kirágjuk. Nem vágunk ki semmit. Fogadjunk, meghalt mindenki. Pudvás. Megint egy komolyan. Nem vagyok hajlandó, hogy sem megerősíteni, sem megcáfolni az információkat. Figyelj, most összeszedtél 4 millió gírt, összefarmoltál 400 ezer XP-t, tök jó cuccaid vannak, és tutén megdöglöttél a végére. Egyrészt nem ez a vége, még mielőtt. Nem ez a vége. Másrészt... Megdöglöttél. Másrészt a játék open world, tehát nincs vége. Van egy fő sztori szál, aminek eljutsz a végre, de a játék megy tovább utána végtelen ideig. Aha. Sőt, én most vagyok 56-os vagy 57-es szinten, és 99 a max. És még csak most az endgame tartom, csak most nyílt meg. Tehát most kaptam meg egy csomó olyan questet, amiket addig nem is játszhattam. Tehát a legendary weaponöket például csak most lehet megszerezni. Értem. Erre van egy questline ilyen szuper nagy bosszokkal, amik erősebbek, mint bármelyik storyberry szörny, és azoknak a legyakásával kapom neve a speckó fegyvereket, amiknek ilyen nagyon elcseszettül magas statisztikái vannak. De egyébként szerintem az egy nagyon-nagyon szuper játék. Én maradok azt hiszem a Space Hulk. Majd a januári gurban olvassátok el a cikket, meg a Space Hulk-ot. Jó lesz. Jó játék, nagyon. Csak videót nem tudok beöcsélni, mert 40 FPS-nél többen nem megy, bocs. Na jó, tudnék, ha szeretnék. 20 FPS-sel, de nem szeretnél. De otthon jól megy, otthon egyébként jól miért megy. Miért nem jelölt ismerősnek Koltai Zoltánt? Itt van amúgy Chris Facebook előttem nyitva, és azt írja, hogy jelölt ismerősnek Koltai Zoltánt. Ki az a Koltai Zoltán? Nem tudom, de na látod, miért nem tudod? Mert megjelent a YouTube videóval. Szeretne valaki még híres lenni? 4000-ért bárkit bevondunk. Írjátok meg a neveteket, és küldjétek a pénzt, vagy... Mielőtt még megkérdeztek, nem ittunk még. Még nem ittunk. Képzeljétek el, akkor milyen lenne az a egyáltalán nem. Nagyon szörnyű lenne. De mindegy, mert minket úgy hívnak buliban, hogy sehol. Hát meg érted, most az a három ember, aki néz ezt a videót, még ilyenkor, annak már tök mindegy. Négy. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy nem jobb, mint a Saskabaré vagy a többi műsor, ami megy a tévében. Bár ez nem a mi minőségi munkánkat dicséri. Igen, akartam mondani, hogy ez nem arról szól, hogy mi a rohadt jók vagyunk. Elnézést, csak én így, oké, tényleg nem akarok olyan elitista kis köcsögnek tűnni, aki nem néz tévét azért, mert hát túl izé vagyok, hogy ne nézek tévét. De én nem nézek tévét. Nem nézed a Saskabarit? És hát ember van. Szilveszteri műsorokat egy ideje nem nagyon követem, de a híradót meg fogom most nézni majd, mert azt úgy hallom, az jó lesz, a hírcsádások fogják írni. Az RTL-es legalábbis nem. Aha. És az már garancia valami jóra. Úgyhogy, na. Nagyon remélem, hogy föltámasztják egyébként a Kretén magazin. Most lett egy Facebook oldal. Kretén. Én azt sosem. Aj, nem tudod, mik az igazán, mi a vicces. Nem értesz hozzá. Az igaz. Szerinted ez a vicces. De nézzétek meg ezt, ami a monitoron megy. Ez Krisz szerint vicces. De nem vicces. Most komolyan nem vicces. Én mindjárt sírok. Figyelj, el kell, ezekben a fix helyekben, ez most már nagyon megzavart itt ez a játék, közben egyébként játszok is, nem baj, ugye? Hogy figyelj, ez biztos, hogy ide kell raknom.
Ez nem jó itt, az biztos, hogy nem jó. De hogyha beraksz valamit, azt lokkolja, szóval oda nem szabad. És ez a szemét úgy kezdte a másik lépésnél, ezt a kettőt berakta ide fixre. De várjál, te tudsz oda beletenni valamit? Mert igen, akkor ezt kéne. De... azt lokkolnod kéne. Na most ezt elcsesztük. De igazad van. Oda azt kellett volna. Azt kellett volna, igen. Na várjál, hogyan? Akkor ezt elrakom ide, mert az biztos, hogy ott jó. És látod, a másik lépésnek ő mindenképp ide berakja ezt, akármit csinálok. Én ezt a nyilat be tudom rakni, de hát ezt gondolom, itt ezzel kell kezdenem. Az igen, mindenképpen arra át kell tereld. Ő utána ide terel. Nekem ez az útvonal kell így erre. Így van. Tehát azt kell csinálnom, hogy itt innentől el kell kezdenem lefele menni. Jó. A lefele tudok menni, de hogyha ő berak valamit rossz helyre, akkor végem. És nézd, most be is rakja oda azt. Azt tedd oda bele, most. Jó, igen. Így. Jó. Igen, az most azt is lelokkolta, nézd meg. Innentől kezdve... az nem biztos, hogy rossz. Még mehet a villóba, nem tudom, ez mi akar lenni. Szerintem az csak egy valamilyen rossz kód, ide kell eljutnunk, úgyhogy azt már is elrontotta. Hogyha az izéket le kell foglalnom már az a elején. A lokkolt helyeket azonnal. Most azonnal azt nem tud átvenni, az sem igaz. De azt nem is kell. Az a lényeg, hogy a két lokkolt helyre mindenképpen így van, kell beraknom, de erre nincs szükségem, és mind csak ezt tudom elvenni, úgyhogy... azonnal lokkolt helyre tegyél be egy... ezt ide betetszed. Igen, oké, okay. És utána meg oda meg egy barna nyilat kell, de az még nagyon soká jön. Oda most, hogy benne rakja. Nem lehet gond, de oda azt nem tud kivenni tőle? Nem, a feketéket már nem tudom, és épp ez a problémám, hogyha én ezt most ide például berakom ezt a újrafordítást, akkor... Nem, ezt mindenképp a helyére kell beraknom, hogy menjen tovább az esemény. De innen még ki tudom venni. Oké, szerencsém volt. Na nézzük csak. Azt rakd föl. Várj. Az ott egyen följebb. Jaj, ne. Kész. És ezt elcsesztük, igen. Szerintem, na mindegy. És végtelen ciklusba kerül. És végtelen ciklusba, így van. Szóval ezt úgy kell megcsinálnom, hogy szerencsém is legyen. Na jó van, nem leszpoilerezom az egész játékot, aztán... ez lesz, ez na jól van, hát köszönjük szépen, legyen nagyon jó 2017-es évetek, majd megpróbálunk több videót adni, de hát Csocsó miatt nem lehet, úgyhogy 30 ezer, egy alkalom, ennyit kell fizetni, nem tettek róla. Boldog új évet, boldog új évet kívánok. Lesznek még ezzel játszunk 2017-ben, és lesznek videóink. Lesznek. Feltéve, ha Krisz még csinál, és hajlandó, és nem tűnik el két hétre, mondom, hogy a Szabin van. Attól függ, hogy mit kapunk. A páncélszekrény már megtaláltam. Nem kapsz két nagy büdös pofont, hogyha megcsináljuk a videókat. Három alatt meg sem mozdulok. Úgyhogy bújjék mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy néztetek minket ebben az évben, és reméljük a következőben is velünk tartotok, mert a PC Guru jó, és mindenki, aki követ minket és olvas minket, az egy nagyszerű ember. Lájkoljátok a videót, kommenteljétek a videót, küldjétek minket. De most már tényleg. És írjátok amennyiben végignéztétek ezt... Valaki odaírt a múltkor, hogy a Krisz miatt nem fog többet előfizetni, és nem tudom, hogy milyen, mert nem válaszol. De minden örülnek, sírok. Örülnék, hogy... szeretném egyébként mondani, hogy a megkérni benneteket arra, hogy a videó alá kommentétek be, hogy Póni, már mennyiben ideig megnéztétek ezt. Y-nal? Lehet Y-nal is. Igazából Póny. 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 És hát tényleg boldog. Sziasztok, és most már tényleg nem húzzuk tovább. Menjetek, nézzétek meg a sorsát. Menjetek inni. Szevasztok. Szervusztok.